Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Vivanatúra televíziót láthatnak, és ezúttal a feladás sorozatunkban Paulinyi Tamással beszélgetünk, nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Tamás ugye pszichikutató, és nagyon sok, nagyon érdekes témával foglalkozik. Minden olyan dologgal, ami az emberek számára egy kicsit rejtélyes, kicsit láthatatlan, kicsit félelmetes, különleges erőket és képességeket rejteget, és ugye ezt 30 éve kutatod már. És szeretnék kiragadni ezekből a kutatásokból egy olyan területet, ami mindenkit érdekel. Azt gondolom, hogy mindenki érintett benne, előbb vagy utóbb, és a mostani helyzetben nagyon felerősödött az az energia, miszerint félünk egy kicsit a haláltól, egy kicsit jobban félünk attól, hogy mind meghalunk, egy kicsit most megbetegedhetünk, egy kicsit most nem értjük, hogy ami most történik a világban, ez a járvány, ez egy fejlődésnek az eredményeként tudott megszületni valami, ami egy kicsit le tudott minket állítani, egy kicsit a karmikus dolgainkat a rutinunkból ki tudott tenni, ugye a komfortzónánkból ki tudott minket tessékelni egy kicsit, vagy nagyon rosszak voltunk, nagyon rosszul viselkedtünk, és hát kaptunk egy figyelmeztetést, egy büntetést a Jóistentől, vagy a természettől, hogy álljunk le, gondolkodjunk el, stb. És bizony, itt most ugye a járvány, ugye az idősebbek, nagyon komoly ilyen halálfenyegetettség tudata került be, és erősödött fel a világban, és én a halál közeli élményről és a halálról szeretnék egy kicsit veled beszélgetni, hogy hogy látod ezt a mostani helyzetet ebből az aspektusból? Hol is kezdjem? Talán az, hogy valóban ez a kérdés mindnyájunkat érint. Tehát az ember halandó. Ezzel együtt élünk, mióta ugye kijöttünk képletesen a paradicsomból, ez lett a bűn zsoldja, azóta bennünk van a végesség, a mulandóság tudata, ez mondhatnánk egyfajta átok, pedig nem kéne, hogy az legyen. Tehát kiszakadtunk a jelenből, a jövőben is gondolkodunk, aki a jelenben él, mint többnyire az állatok, az halhatatlan, a jelen nem múlik el, csak a jövő teszi olyan gyanússá. Hogy miért van mégis az, hogy az ember retteg a haláltól, és a rossz, a büntetés szinonimájának veszi, hát ugye a legnagyobb büntetés, ami kiszabható, halálbüntetés. Az valahol azért van, pont azért, mint az előbb mondtam, mert nem tud a jelenben élni. Fél attól, hogy elveszti azt, ami még nincs, és azért fél attól jobbára, mert nem tette meg azt, ahogy és amit szeretett volna. Tehát ennek az egyik legnagyobb feloldása az, hogy nem a múltban és a jövőben gondolkodunk, nyilván szükségszerűen igen tervezni kell az életünket, hanem átéljük a jelen pillanat örömét. Na most, hogy jön ez a pszichikutatáshoz mondjuk? Hát akármilyen furcsa, tudományos parapszichológia, mai parapszichológia vagy pszichikutatás, igazából a túlvilág vizsgálatával kezdte a működését. 1800-as évek közepén Amerikában bukkantak fel az első újkori médiumok, most ebbe hosszan nem megyek bele, és ez volt az a pillanat a történelemben, amikor először kezdték tudományos igénnyel vizsgálni a médiumokat, hogy no, hát ezek tényleg a túlvilágról közvetítenek, hát ezt lehet vizsgálni, hát hogyha igazat mond, olyan dolgokat, ugye a médium, aki transzban átadja magát, és rajta keresztül megszólalnak az elhunyt szellemek, elhunytak szellemei, a lelkek, hát akkor azt lehet strigulázni, hogy igaz, nem igaz. Na most az első 50 éve ennek a korszaknak pszichikus kutatásnak hívták, valóban ezzel foglalkozott. Most leszámítva azt, hogy egy csomó csalót is lebuktattak, hát emberek vagyunk, bocsássuk meg magunknak, kiderült, hogy van egy sereg nagyon tehetséges médium, aki el tud mondani olyan dolgokat, amit csak a halott tudott annak idején, de a rokonok vissza tudják igazolni, megtalálják a régi jegyzeteket, az elásott dolgokat, és jött az első ötlet, hogy bizonyítható, hogy van túlvilág, tapsoljuk meg, amit a tudomány elvett tőlünk, és ami miatt a 800-as évek közepén ma is, de akkor nagyon ott volt egy ilyen hiányérzés az emberekben, hogy a vallás csak kitaláció, és nincs lélek, és nincs folytatás. Ez hirtelen ilyen bizonyítottnak tűnt. Meg kell mondjam, hogy a médiumi vizsgálatokat sokféleképp lehet értelmezni az eredményeket. Az viszont tény,
hogy a középpontba hozta azt, hogy nincs vége az életnek, de én már nem vallásosan, hanem megfigyelések alapján. A tudat, a lélek, nevezzük akár, hogy el tud válni a testtől. És ugorjunk egy jó 100 évet, 1975-ben jelent meg Raymond Avery Moody-nak, amerikai professzornak a könyve Élet az élet után címmel. Már ez volt az áttörés. A parapszichológia a 900-as évek elejétől már az élő emberek pszichképességeivel foglalkozott, a megérzésekkel, a tudatunknak a környezetre gyakorolt hatásával. Moody viszont felfedezte, hogy a klinikai halál állapotából felélesztett visszatért emberek szinte szóról-szóra ugyanazt mondják el, valami rendkívül fura tapasztalást, hogy kívülről látták a testüket, miközben a műtőben, klinikai halál állapotban feküdtek a műtőasztalon. Hogy találkoztak egy hihetetlen fényel, ami maga volt a szeretet. Hogy megnyílt előttük az egész múltjuk, egyszerre látták az életüket. Hogy átkeltek egy másik túlvilági dimenzióból, találkoztak az elhunyt rokonaikkal, ismerőseinkkel. És végül visszatértek ugyanide. Na most ez mind lehetne fantázia, de kezdjük azzal, hogy a klinikai halál azt jelenti, hogy nincs agyműködés sem. Tehát az egy halott a műtőasztalon, akit aztán felélesztenek és újraindulnak a életfunkciói. És ez nem azt jelenti, hogy se kép, se hang, hanem a tudat könnyedén elválik a testtől, kilép a testi érzékelés ketrecéből, hogy úgy mondjam, és hogy ez fantázia vagy sem, nem. Ezek az emberek például a műtőben leolvasták a műtőlámpa gyártási számát, egy másik helységben, ilyenkor tényleg, mint a szellemeket nevezzük akár annak, kellnek hát akadálytalanul falakon, tesznek meg távolságokat, és visszaigazolható benyomásokat szereznek. Magyarul világossá vált az, hogy a tudatunk, vagy a lelkünk, vagy a pszichénk, kinek mi tetszik, nem testhez kötött, és ha a test megszűnik, működik, akkor a tudat tovább éli ezt. Tehát erre nézem, már sok tízezer megfigyelés van. Raymond Avery Moody-t sokszor szkeptikusok kezdték vizsgálni már, mint a munkásságát, és belőlük lehettek a legjobb kutatók. Itt van Kenneth Ring, vagy a mai legátfogóbb tanulmányokat végző Pim van Lommel, mind megtalálható magyarul is a könyvesboltokban, a híres kutatóknak a műve. Teljesen egyértelművé tette azt, hogy igen, az érzékszerveink, a tapasztalati valóságunk tükröz egy valóságot, és azt az illúziót kelti, hogy mi itt vagyunk benne a fejünkben. De ez csak időleges, ez csak egy munkakapcsolat. Az egy sokkal inkább egy interfész, egy adóvevő. De az adás az nem itt van, hanem mi vagyunk benne az adásban, ahogy egy D.H. Land nevű kutató mondta, azt fogjuk már fel végre, hogy nem a tudat van a test terében, hanem a test van a tudat terében, és ez óriási különbség. Tehát pillanatnyilag tudományos bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy agyi működések nélkül is vannak tudati működések. De nem kellettünk sokkal közelebb, hogy most mitől félünk és miért. Hát majd valami ilyesmivel folytatnám, nem tudom, mert nem igazán a kérdésedre válaszoltam. Nem, jó volt ez. Én szeretném azt megkérdezni, hogy mi történt veled, amitől erre adtad a fejedet? Mert ugye az emberek számára a halálról beszélgetni is már egy tabu, hiszen ne beszélgessünk arról, amitől a legjobban félünk, meg főleg, hogy meg lehet nézni, hogy a haldoklók közelében hogyan viselkednek az emberek, mennyire félnek tőle, mennyire távol tartják magukat ettől az egésznek, még a gondolatától is, de te olyan, mint hogy dacolnál ezzel, és ugye az életedben történt is egy-két dolog, amikor nagyon is közel kerültél ehhez, lehet, hogy talán itt történt meg az, hogy igazán talán még az a megváltó halál se jöhet el az életünkben, tehát még arra fele van a szabadulás útja, úgymond a szenvedéstől, és hogy ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, egyrészt, hogy emlékszel-e, hogy mikor barátkoztál meg a halál és a halál, vagy annyira félsz a haláltól, hogy inkább közel merészkedek, hogy ne kelljen már annyira félnem ettől. Kezdjük azzal, hogy szerintem aki retteg a haláltól, az az élettől retteg. A halál, ha a legmaterialistább szemszögből nézzük, nem létezik. Az ember egy darabig él, aztán nem él. Hol a halál? Nem egy állapot, nem egy pont, nem egy vonal, nem egy sorompó. Ez amit úgy szoktam mondani, mint a bot vége.
egy darabig bot van, aztán meg levegő. Nincs vége. Nincs olyan, hogy a bot vége. Egy darabig fából van, aztán meg nincs ott semmi, hanem a levegő van utána. Na hát ez nagyon sovány vigasz a halálfélelemre. A halálfélelem, még egyszer mondom, az elvesztéstől való rettegés, a be nem teljesített jelen, jövőbe helyezett ábrándjának az elvesztésétől. Természetesen vannak bennünk ösztönök, amik mozgatnak, és kerüljük a pusztulást. Hát, hogy miért kezdtem ilyesmivel foglalkozni, beleértve a pszichikutatást, egyrészt gyerekkoromtól, milyen szépen hangzik már kisgyermekkoromtól, nagyon izgattak az álmok, a dolgoknak a rejtett hátterei, hogy most van-e itt valami, vagy nincs, és rengeteget szembesültem a halál a drámai körülmények közt. Láttam nagymamámat, egyedül meghalva, több nap után találtunk rá, ugyanígy anyámat, apám is majdnem így halt meg, és mások halála, az tényleg egy olyan dolog, egy gyerek és egy fiatal felnőtt számára, ami egy óriási trauma, az is egy elvesztés, egy állandóság elvesztése. És hát ugye, amíg az ember fiatal, sokan mondjuk egész életükben úgy gondolják, a halhatatlan, az nem rátartozik, mások szoktak meghalni. De azért a közeli halálok figyelmeztetnek, hogy ez egy valóság. És ugyanígy volt nagyon sok érintése az én lényemen is, a mulandóságnak. Kamaszként túléltem egy kezdődő elrákosodást, cisztány voltak a tüdőben, ami elmúlt. Világosan emlékszem, kiírtatatlan, hogy miket éltem meg kamaszként, az, hogy itt a vég, és nincs miben, és hova kapaszkodni. Félelmetes arcát mutatta. Aztán jöttek olyan balesetek, olyan szerencsésen végződő drámai balesetek, mint egy zuhanás három emeletről. No, ott is azt éreztem, hogy itt most átléptem valamit, egy küszöböt, ahol egy hajszálom volt, hogy meghaltam-e, vagy életben maradtam. Kezdett átértékelődni bennem ez az egész, és kezdett megvilágosodni valahol, független attól, hogy máig persze van egy félelem és egy ijedelem, attól, hogy hirtelen ez elmúlik, és halálra vagyunk ítélve. De mégis kialakult bennem egy olyan meggyőződés, hogy az életet kell megtanulni szépen élni. A semmitől félünk, mi több, most jön az, hogy mit mondtak a Moody féle leírásokban, és máig mit mondanak a halál közeli élményt megélő. A halál nem rémisztő, nem sötét, nem fájdalmas, nem kegyetlen, hanem eufórikus, boldog hazatérés. Egyszerűen jelenet vége. Egy dolog, amikor mindent elengedsz, és mindent megértesz, ami veled történt. Miért kell erre ennyit várni? Miért nem élünk ebben a belső meggyőződésben és érzésvilágban? És ezt lehet tanítani, ezt át lehet adni. Az emberek legnagyobb félelme a semmiből adódik. Nem a halál a legrosszabb dolog, ami történhet velünk. Egyáltalán nem az. Hanem egy elrontott, keserű élet, ami félelmekkel, kétségekkel, halogatással teli, na az egy elég elrontott dolog. Ezt fedezzük fel, és abban a pillanatban halhatatlanok leszünk, aki mindent odaad, attól nincs mit elvenni. Így is fel lehet fogni. Tehát mélységesen mély filozófiai tanulságai vannak ennek. Egy regényemen 20 éve dolgozom, immáron 21, ami nem szerinti, hogy egy óriás regényről van szó, csak néha 5-6 évet hozzása nyúlok. Ez egyszerűen egy Szindbád halála. A főszereplő halálával kezdődik, de gyakorlatilag az életéről szól. És azt gondolom, hogy ennél többet egymásnak, mint azt az érintést, hogy ne félj. Nem is tudunk nyújtani. Nagyon fontosnak tartom a halál, a haldoklókkal való foglalkozást, hospice mozgalmat, a segítséget, az odafordulást. Sok ember, barátomat, ismerősömet kísértem végig rákos betegségek utolsó stádiumaiban. De azt gondolom, hogy most is a halál világában vagyunk. A tudatunk egy része ott van, de ez nem a mulandóság, hanem a múlhatatlanság világa. Ez a mulandóság világa, az élet tapasztalása, és mi félünk attól, hogy az örökké valóságba lépünk. Tehát röviden ennek a korszaknak egyrészt megint itt van az a lehetőség ennek a 2020-as évnek, hogy rádöbbenjünk arra, hogy veszélyeztetett állatfaj vagyunk. Hú, a komfort biztonsága elfeledteti azt, hogy ó, hát azért a mulandóság, mások szoktak meghalni. De ez jól is elsülhet. Középkorban volt a nagy pestis járvány.
Hát az aztán járvány volt. Na, ott nem volt vita, hogy itt kell maszk vagy nem maszk, kihalt több mint a fele Európának. Az óriási szám. Minden második ember meghalt. És a végén a pór az úrral együtt ült kinn, és ettek és zenéltek, mint ahogy a Titanicon hegedültek süllyedés közben a zenészek. És ez egy rádöbbenés arra, hogy valahol minnyien egy cipőben járunk. És tényleg vannak értékek, amik tovább jönnek, és vannak értékek anyagi és mindenféle tárgyi dolgok, amik nem vihetők át oda-átra. A halál tanító. Isten nem büntet, hanem tanít. A boldogságra tanít. Tehát felejtsük el ezt a borzasztó félreértést, hogy a csonthalál a kaszával ott suhogtat, és maga a gonosz, dehogy is simogatja a fejünk, és drukkol annak, hogy ébredjünk fel ebben a látomásban is, amit életnek nevezünk. Óriási paradoxon ez, amiről beszélsz, hogy valahogy úgy vagyunk kitalálva, hogy az életet nem tudjuk kellőképpen a helyén értékelni. És mindenképpen kell valami baleset, valami ráébresztés. Ugye, akik a halál közel élményből visszatértek, tehát igazából nem haltak meg, mert hogy életben maradtak, ugye azért tudnak visszajönni kicsit és meghal. Elmondani. Egy kicsit meghalhattak. Hogy ez a kicsit meghalok kellett ahhoz, hogy az élet boldogságára ráébredjenek. Mondtad, hogy ezt lehet tanítani, hát ez minden elismerésem, hogyha ez sikerül megtanulni. Mindannyian ezt tanuljuk, egy életen át tanuljuk megszeretni és megfelelőképpen tisztelni, megbecsülni az élet valódi értékeit. És ezt ott az iskolán, a Szabad Egyetemen is tanítjátok egyébként, vagy pedig maga az élet tanítja ezt? Minden egyes oktatási évünkben szerepel ez a téma. Most az elmúlt oktatási év kifejezetten ezzel foglalkozott, spirituális lélekvezetés címmel, a gyászról, a halál méltóságáról, a mulandóság elfogadásáról. De nem lenne teljes egy parapszichológiai év sem, hogyha a halál közeli élmények megdöbbentő és elképesztően jelentős tényét nem tárnánk fel. Egy dolog persze valamiről beszélni, és egy másik dolog megélni. Tehát, hogy akik visszatérnek a klinikai halál állapotából, és megélik ezt a halál közeli élményt, másként térnek vissza, nyugodt, derűs, a dolgok lényegét látó és kereső és élő emberekként. Mert ők ott voltak, tehát lehullott róluk az a félelem, hogy mulandóak vagyunk, mert kiderült, hogy nem vagyunk mulandóak. Nincs semmi baj, rosszul féltünk, hogy úgy mondjam. De ami a lehető legfontosabb, és én is ezt látom legfontosabbnak, és ezt hangsúlyozom, amikor az ember átnézi az életét, és rájön, hogy amiket ő abban fontosnak tartott, azok lényegtelen részletkérdések. Az igazán fontos dolog az jelen lenni, szeretni a valóságot, odafordulni a másik felé, segíteni, tapasztalni, tudást gyarapítani. És ezt azért el is lehet mondani. Én sem éltem meg konkrét halál közeli élményt, pedig megélhettem volna, 3 emeletnyi zuhantam. Meg vagyok sértve, kérem szépen, ki sem néztek. Te vagy az egyetlen, aki... Mindegy, én másképp tapogatozok a sötétben. De az álomvilágomban azt gondolom, hogy én is átlépek olyan területekre, ahol közvetlen és lényegi elemeiben áthozható tapasztalásokat kapok. És ezt érdemes, ezt tényleg, ha valamit az emberi létbe hirdetni, hogy a lényegre figyeljünk, ne a semmitől féljünk, a fényt keressük benne. Nagyon idealista szavak, de kell az idealizmus az élethez, különben semmit se ér. És ezek, ha csak kitalációk lennének, puszta fantáziának, vagy filozófiának tudhatók, akkor is igazak lennének ehhez képest ráadásul. Lásd halálközeli élmények, lásd a tudatunk pszichképességei, és még annyi minden világosan mutatják, hogy félreértettük a létezés lényegét. Abszolút van még felfedezendő az életünkben. Még egy kérdésem lenne, Tamás, végignéztem egy sorozatot, amit készítettetek kompetens személyekkel, akik átéltek halálközeli élményt, vagy akik elvesztették a szeretteiket és terápiás tevékenységet folytatnak, tehát akik kifejezetten úgymond a halál a fő területük. Volt-e valami, ami neked is megdöbbentő volt, amit megtudtál esetleg tőlük? Emlékszel-e ilyenre? Hát nagyon-nagyon sok vendégünk volt, ugye Elkárpáti Péterrel, hát majd 4 éven keresztül jó volt benne egy év szünet,
minimum 500 adást készítettünk ebbe a témában, hogy mi döbbentett meg leginkább az, hogy az emberek, az átélők, főleg az átélők, és akik szakmailag ebben mélyen benne vannak, valami olyan megnyugtató erőt sugároztak, valami olyan evidenciát, ahol egyszerűen nem volt kérdése az embernek. Tehát ez számomra az, ami azt jelenti, hogy igen, ez nem szóbeszéd, ez nem majmolás a mások leírásának, hanem valamit visszahozott. És az egész egyre inkább ugyanazt a meggyőződést erősítette bennem, mint nagyon remélem a nézőkben is, hogy valami szép dologról beszélünk, ami fájdalmasan nehéz, mások elvesztése például. De jöttünk és megyünk, találkozunk egy színpadon, és az elvesztés minden fájdalma mellett ott megvan bennünk belül az a mosoly, mint egy színészben, ahogy Mária néni mondja, amikor szerep után leveti a kosztümét, és tudja, hogy van valami változatlan az esti előadások után. Tamás, én minden esetre nagyon boldog vagyok, hogy találkozhattunk. Így mindent, amit ez a fizikai megjelenés és megnyilvánulás pluszba ajándékoz és lehetővé tesz a számunkra, én nagy mértékben megbecsülöm, külön megbecsülöm a lelki és szellemi tartalmakat, hogy mi még, tehát az emberi tudat, az emberi létezés annyira csodálatos, hogy nem csak élni tudjuk, hanem még erről filozófálni tudunk, kutatni tudjuk, kibontani tudjuk, fejleszteni tudjuk, testi, lelki, szellemi szinteken egyaránt. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ennél komplexebb és tökéletesebb megélése a létezésnek nem is létezik. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy találkozhattunk, hogy így ebben a formában. Köszönöm szépen, hogy megosztottad mindezt velem és a nézőkkel. Én is köszönöm a meghívást. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!